Zenével és énekléssel egybekötött Mikulásnapi rendezvény tartott a Csiribiri Játszóház gyermekeknek és szüleiknek az Iris Vers színpad közreműködésével. Az eseményen ott volt a Mikulás is, így nem csak a fellépő előadók énekeltek, hanem a résztvevő gyermekek is. Télapó itt van, hó a subája, jég a cipője, leng a szakálla, zsák, zsák, teli zsák, piros a maranyák. Hull a pályás fehér hó, jöjj el, kedves télapó, minden gyermek várva vár, vidám ének hangja száll. Van zsákunkba minden jó, piros a mamogyoró, jöjj el hozzánk, várunk rád, kedves öreg télapó. Mint megtudtuk, a Mikulás nem volt hálátlan a produkciókért. Énekeltünk neki, verset mondtunk, meg adott nekünk szaloncukrot. Az intézmény vezetője, Simonfalvi Ildikó elmondta, a Mikulás napi rendezvényük különleges esemény volt, ám a hétköznapokban is többféle program lehetőséggel várják az érdeklődőket. Idén augusztus óta ez most már szinte teljesen kitölti az életünket. A Csiribiri Játszóház a Derkovics utcában nyitotta meg kapuit augusztusban, és azóta sok szeretettel várjuk a 0-tól 10-12 éves korú gyermekeket a játszóházi labirintusunkkal, ugrálóvárunkkal és különböző szervezett programjaink. A karácsonyt megelőző adventi időszakra a Csiribiri Játszóház tematikus programokat kínál a gyermekeknek. Ebben is igyekeztünk mindenféle korosztályt lefedni. Van adventi kreatív kuckónk, péntekenként várjuk a gyerekeket. Most pénteken például furulya szóval kísért adventi kuckóról lehet beszélni, de különböző Mikulás és karácsony jegyében elkészíthető kreatívságokkal várjuk még a gyermekeket. A Csiribiri Játszóház december 24-ig és a két ünnep között tart nyitva.